Azok után, hogy a KSC Szekszárd egy nagyon kemény fizikális kosárlabdát hozó első mérkőzésen a negyed döntőben 20 ponttal legyőzte a CMB Cargo Unigyőr csapatát, a szurkolók, de a szakmai közvélemény is arra számított, nem lesz harmadik meccs, a tavalyi bajnoki ezüstérmes a rosszabb napot fog ki Győrben, de meg lesz a negyed döntőben jutáshoz szükséges minimális győzelme. Nem így történt. A Győr 60-57-re megnyerte a meccsbe folyamatosan visszajövő szekszárdiak elleni találkozót. Nem tudok mit beszélni itt kosárlabdáról. Én szégyellek, hogy itt ebben a meccsben voltam kosárlabda edző, mert amit ma itt történt, 60-57 eredmény. Azt jelenti, nagyon keves pont meccsben. Hazai csapat dobott 37 büntető dobás. Mi dobtunk 11 büntető dobás. Mi vagyunk, véleményem szerint, jobb csapat, 20 ponttal. És ha miért kellett ez állandóan támadó faulokat nekünk? Nem tudom, mit magyaroznom egy Erikkel meg Kolnak, mit kell máskor csinálni. Vagy bárkinek, bármelyik játékosnak. Frida játszott, Frida mint valami gyerek, Frida Heldenberg, úgy ma játszott 15 perc, vagy kevesebb kipontozott 5 foul-al azt. Ez az, amit mondtam. 32 buntető, mi 11 buntető. A KSC vezetése panasszal élt az MKOS játékvezetői testületéhez, az őket szerintük tolerálhatatlanul sújtó játékvezetés miatt, aminek azonnali kivizsgálását kérték. A Győr pedig följelentette a Szövetség Fegyelmi Bizottságánál a szekszárdi szakmai stáb egyik tagját, állítólag az őket folyamatosan szidalmazó becsmérlő, becsületsértő magatartása miatt. Így nem mindennapi belvillangások közepette játsszák az elődöntőbe jutásról döntő harmadik mérkőzést KSC Szekszárd otthonában.